Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács január 24-i Hétközben című magazinműsorát látják. Adásunk elején jöjjön rövid képes ajánlónk. A magnak el kell halnia, hogy gyümölcsöt hozzon. Szent Vincére emlékeztek a Szőlőhegyi kápolnában. Zsíros kenyér és forralt bor. A Szőlőhegyi rendezvénytéren vince napoztak a mohácsiak. Öreg recept, nem mély recept. Hagyományos disznóvágást rendezett a mohácsi polgárok olvasóköre. Sportosan indult az év Mohácson. A 10 és 11 éves korosztályt képviselő foci csapatok vettek részt az első nemzetközi búsókupán. Határokon átívelő közös projekt. Csepinbe látogatott a mohácsi önkormányzat delegációja és a Sokackörtárs csoportja. A szolgáltató tájékoztatója, a koordináló és vagyonkezelő központ áprilisig postázza az előző évről elmaradt hulladék díjszámlákat. A Krisztus utáni 3. században élt Szent Vince tevékenysége és alakja eredendően egyáltalán nem kapcsolódott a szőlőhöz és a borhoz. A népi megfigyelések azonban ünnepnapjának dátuma miatt idő meghatározó szentté tették, ráadásul nevét tévesen a vin, azaz bor, és a cent, azaz száz szavak összeolvadásával magyarázták. Mohácson a szőlős és borosgazdák január 22-én természetesen a Szőlőhegyen ünnepelték a vincenapot, mely szentmisével kezdődött. A mohácsi vincenap első eseményeként a szőlőhegyi dombtetőn álló meghitt atmoszférájú Szent Jakab kápolnában bemutatott szentmiséért sok hívő mászta meg a januári napsütésben a meredek lépcsőket. Időnként néhányan meg is pihentek pár pillanatig, körbetekintettek, majd folytatták útjukat. Az ünnepi liturgián Bacsmai László plébános utalva Szent Vince vértanú halálára úgy fogalmazott: a magnak el kell halnia, hogy gyümölcsöt hozzon. Tudjuk, hogy a 3. század végén és a 4. század elején élt, diakónus volt Spanyolországban. A diakónus az ugye a papi rendnek az első fokozata, van a három fokozat, a diakónus, a pap és a püspök. Ez a három az egyházi rendnek a fokozatai, és ő diakónus volt, a püspök mellett szolgál, mégpedig az ige szolgálatát végezte, hiszen a püspök már idős volt, nehezen beszélt, és ezért ő végezte helyette ezt az ige szolgálatot. Zaragoza városában az ő beszédeinek a hatására erősödött meg a kereszténység. Tudjuk azt, hogy akkor még keresztény üldözés volt. Tehát az első 3 évszázad az azért ezzel telt el, amikor üldözték a keresztényeket, és nem nézték jó szemmel, hogyha inkább szaporodnak a keresztények, ezért hát időnként ilyen kisebb-nagyobb hullámokba, de írtották őket. Na most gondolhatunk arra, hogy jaj, milyen rossz ez régen, ezelőtt 1700 évvel, vagy 1800 évvel, milyen nehéz dolguk volt a keresztényeknek. De ha körülnézünk a világban, és hogyha a mai, a hírekben nem nagyon halljuk ezt így, csak azért ha a hírek mögé tekintünk, akkor azért megtapasztalhatjuk, hogy ma is vannak olyan helyek, ahol írtják a keresztényeket. Általában készült egy ilyen statisztika, nekem egy kicsit durvának tűnik, hogy minden 5 percben, tehát minden 5. percben egy keresztény megölnek a világban. Ez nagyon durva a statisztika. Mi ugye hálát adhatunk azért, hogy minket most nem üldöznek. De azért vannak itt olyanok, akik visszaemlékezhetünk arra, hogy bizony voltak évtizedek, amikor nem dicsértek bennünket azért, hogyha templomba jártunk, sőt, néha esetleg szőnyeg széle is volt belőle. Hogy most a napokban gondoltam vissza, egy ilyen házas étvégés alkalmon mondtam el, hogy emlékszem, amikor én olyan 3., 4. gyerek voltam, akkor ugye a hittanóra nálunk akkor is az iskolában volt mindig, Rávasztárán, és akkor az volt, hogy hát pont a hittanos napokon, hát miért nem, hát akkor voltak pont ilyen rövidített órák, és egy órával előbb elengedtek minket haza. Hát mi hittanosok, amikor 95% az osztálynak hittanos volt,
Hát mi maradtunk, csak hát gondoltuk, hát nem várunk itt egy órát, hanem átmentünk a plébánoshoz, hogy szóljunk neki, hogy jöjjön hamarabb. Az iskola és a templom között volt egy kerítés, és ilyen nagy luk volt a kerítésen. Tehát mi gyerekek ott közlekedtünk, ha átrúgtuk a labdát akkor is. Hát most is a könnyebbik utat választottuk, nem körbe mentünk, hanem a kerítés lukán. Na, ezt meglátta az igazgató. Hárman mentünk, két fiú, egy lány. Na, mondtuk a plébánosnak, hogy jó, ha megyek, meg hol nem is tudom, szőlőt, metszet, vagy valami ilyesmi. Két köpenyben volt, hát akkor átöltözött, mi mentünk hát, az igazgató behívott minket az osztályba, többieket kiküldte, és ott mint a hárman, tehát ez volt a módszer. És puff, mint a hármunkat, a lányt is, a fiúkat is, és mi nem sírtunk, hanem kis vértanúnak éreztük magunkat, hogy igen, mi Jézusért, azért, mert mi hittare, tudtuk, hogy nem azért kaptuk, mert rongáljuk a kerítést, ez volt a szöveg, hogy a rongáltuk a kerítést. Hát azonban nem volt mit rongálni, az arról volt, de mégis ugye ez volt a kincstári szöveg. Na, szóval mi magunk is, még így gyerekfejjel is átéltük, aztán hadd ne beséljek katonasági élményeket, de én azt mondom, hogy nálunk a katonasságnál ott kezdődött a rendszerváltás, amikor kettő katonatársunk húsvét előtt két héttel elment a marcali templomba, ugye beöltözve katonaruhába, mert civilben nem lehetett lenni, ott nyomtak, áldoztak, valaki fölnyomta őket, és következő nap már a politikai tiszt hívatta őket, és megkapták a büntetést, 5 nap fogda, és 6 nap helybetopi, vagy 6 hónap helybetopi, magyarul nem mehettek ki, ugye nem mehettek haza. És az egyiküknek a főnöke annyira durva volt, hogy ezt az 5 napot nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, és húsvét hétfőre tette. És az illető utána azt mondta, hogy ez volt élete legszebb Szent Három napja, ott Jézussal együtt tudott szenvedni, és tényleg a magnak el kell halnia, hogy életre keljen, mert utána mi történt? Ez volt így április körül, nyáron valamikor a Helsinki záróokmány 10 éves évfordulóját tartották Helsinkiben, ez 1985-ben volt. És ott a német külügyminiszter arról beszélt, hogy nálunk Magyarországon milyen nagy vallásszabadság van. Illetve a magyar külügyminiszter arról beszélt, a Genscher meg ezt hallgatta, és fölállt és azt mondja, igen, és mi történt ebben és ebben a helyőrségben azzal a két katonával? Mert a Szabad Európa Rádió elhíresztelt az egész nyugati világba, hogy Magyarországon hogy bánnak, és hogy nem gyakorolhatjuk a vallásunkat. Na, aztán ez elérkezett hozzánk, azt mondja egyik szombaton a főnökünk, teológusok pakolnak, és hétfőn mennek Ceglédre. Hát ugye már akkor harmad időszakosok lettünk volna, tehát most új helyen kezdeni, megint kopatok leszünk. Ha nem örültünk neki, délben megint összehívott minket, és azt mondja, teológusok maradnak, bánatom elszállt, így kezdte, teológusok maradnak, de a következőket már nem odahozták, hanem tényleg vitték Ceglédre. Mi pedig utána mit csináltunk? Minden hétvégére, vagy szombatra, vagy vasárra, kérünk engedélyt kimaradásra távozni. Tudták, hogy templomba mentünk, katonaruhába mentünk, és nem mertek szólni. Ez volt a mi rendszerváltásunk 1985 és 86 fordulóját. Tehát látjuk azt, hogy igenis, a magnak el kell halnia, hogy gyümölcsöt hozzon. Ugyanígy volt ugye Vince is, a Diokleciánus császár kiadta a parancsot, hogy a keresztényeket üldözzék, és hát mi történt? Először verd meg a pásztort és szétszéled a nyáj. Először a püspököt, majd aztán őt, a diakonusát is elfogták, és mivel ők nem voltak hajlandók megtagadni a hitüket, ezért hát kivégezték, az öreg püspököt száműzték, a Vincét pedig szörnyű kínzások közepette megölték, kivégezték. Vince nevéhez méltóan így lett győztes, hiszen a Vince név ezt is jelenti. De hogy a borászok miért cuppantak rá a nevére, az ugye azért van, mert a Vince meg a Vínum egy kicsit úgy hangzásra hasonlít. Mert egyébként
mi köze volt a Vincének a szőlőhöz, én nem tudom, csak inkább azért, mert így hangzik. És a Vince napjának az időjárásából következtetnek, ugye a népi megfigyelés alapján, hogy na hát akkor milyen is lesz az idei termés. Ugye egy-két ilyen, azt mondja, ha csorog a Vince, tele a kamra, tele a pince. Hát ma reggel láttam, amikor mentem az iskolába, 0 fok volt. Hú, mondom, azért bizakodtam abban, hogy délre csorogni fog, de hát nem nagyon csorog szerintem. De azért mi bíz. Ha fénylik Vince, megtelik a pince, ha nem csorog, üres lesz. Ha csak csepeg csorog, kevés lesz a borod. Ugye, de mi bízunk azért abban, hogy most nem az mai időjárásnak vagyunk kitéve, hanem gondviselő Istennek a segítségét és kegyelmét kérjük. A hagyomány tisztelő szőlőművesek e napot tekintik a szőlővesző pálfordulójának, és tájegységenként eltérő hagyományban van néhány közös vonás. Ugye minden nap, minden tájegységben ezen a napon metszenek a szőlővesszőkből, és ezek a vincevesszők, és az állapotából következtetnek arra, hogy milyen lesz a szület. Hát ugye egy Szekszárdról jöttem, ott is volt minden évben ilyen, egyik évben elfelejtettem. Szombati napon tartották, nem a napos napján, és pont így hétfőn volt így a napos nap, és a reggel a rádióban hallgattam, hogy Szent Vince napja van. Hú, mondom, én elfelejtettem. Utána hát fölhívtam az illetőt, mondta, igen, hát vártunk, meg hívtalak, de nem vetted föl. Hát a szombat délután volt, én egy kicsit pihentem, lenémítottam a telefonomat, így nem hallottam, de utána meg is kaptam a magamét, hogy abban az évben nem volt rajta annyira az Isten áldása, mert nem volt annyira jó a bor, illetve a szőlő termés, úgyhogy utána azért mindig egyszer is rákérdeztek, ugye nem felejtetted el. Hát örülök annak, hogy most se felejtettem el, és itt vagyunk együtt, és itt a szentmisét, azt elején elfelejtettem mondani, hogy mindazokért ajánlom fel, hogy most itt vannak, meg azért, hogy legyen erejük dolgozni, de soha ne feledkezzünk el arról, hogy azért a munka az életünknek egy része. Tehát nem dolgozni kell látástól Mikulásig, hanem valóban legyen munka, de legyen mellette azért ott ideje a pihenésnek, legyen ideje a baráti, rokoni szálaknak a szövegetésének is. Hiszen a bor erre való, hogy egy kicsit megvidámítsa az ember szívét. De mindig jobb társaságban inni azt a bort, mint magányosan, ugye? Azt szokták mondani, aki magányosan issza a bort, az egy lépést tesz mindig az alkoholizmus felé. Tehát erre ügyeljünk, hogy egyedül ne ígyunk bort. Egyszer voltam én így, hogy megkívántam nagyon a pezsgőt. Ez most volt, mert egyedül voltam szilveszterkor, mert nem tudtam elmenni, ahova hívtak. És már benn volt a pezsgő a hűtőben, hát mondom, hogy egyedül ugye. Hát mondom, végül szilveszterkor kitöltöttem, pocintottam az üveggel, borulóvével. És de igazából néha napján van ilyen, de ne szokjunk rá, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát kérjük az ő közbenjárását, hogy igenis tudjunk mindig mértéket tartani, amikor kell tudjunk dolgozni, de legyen ideje a pihenésnek is. Különösen a vasárnapnak a megszentelése. Azért a régi öregek azért tudták azt, hogy a vasárnap az az úrnapja, akkor nem ugyanúgy dolgozunk, mint hétköznap, hiszen az ember nem gépből van, hát elfáradunk, pihenni kell, és az ember akkor pihen, ha testileg, lelkileg meg tud pihenni. Hát én ezekkel a gondolatokkal kívánom azt, hogy így kérjük az Isten áldását, Szent Vince közbenjárását, hogy legyen majd tele a pincénk, és tényleg majd hálaadással tudjuk visszagondolni erre a mai napra. Szent Vince a keresztény üldözések idején vállalta fel hitét, emlékeztetett a vincenapi szentmisén Bacsmai László. A mohácsi plébános felhívta a figyelmet. Ha körülnézünk a világban, láthatjuk, hogy nem csak 1700-1800 évvel ezelőtt üldözték a keresztényeket, hanem ma is vannak olyan országok, ahol írtják őket. Laci atya a szőlőhegyi Szent Jakab kápolnában elmondott szentbeszédében egy statisztikát is idézett, mely szerint 5 percenként meghal valahol egy keresztény a hite miatt.
A vincenapi programok Mohácson a Szent Jakab kápolnában megtartott szentmise után a szőlőhegyi rendezvénytéren folytatódtak. A szőlős és borosgazdák mellett számos érdeklődő is megjelent a helyszínen, ahol az önkormányzat több munkatársának köszönhetően a figyelmes vendéglátás sem maradt el. Nem csorgott idén a vince, de ezt a vincenapi városi program résztvevői bizonyára egyáltalán nem bánták. Többen gyalogosan ballagtak át a napsütötte szőlőhegyi lankákon, a szentmisét követően a Szent Jakab kápolnától a közelben kialakított rendezvénytérre. Az érkezőket a Sokadia együttes muzsikája fogadta, a városháza néhány munkatársa pedig lilahagymás zsíros kenyérrel és forralt borral készült. De ízletes ételnek és a zamatos italnak természetesen minden vendég örült. Az összegyűlt vincenapozókat Szekó József, Mohács polgármestere köszöntötte. Ha igaz, amit a krónikák írnak, akkor a vincenapi hagyományoknak, a vincenapnak magának mintegy 1000 éves történelme van. Hispániából, tehát a mai Spanyolország területéről származik, és Szent Vincéhez kötődik. De a nevét többféleképpen is fordítják, egyrészt a Vincentet, úgyhogy győztes, győzedelmes, amiből azt a következtetést vonják le, sok mindent lehet magyarázni persze, tehát azt a következtetést vonják le, hogy ilyenkor már a tél kezdi megadni magát, és hát győzedelmeskedik a Vince a tél felett. A másik értelmezése az inkább a Vincentből a vínum, a borra utal, mert hát, hogy a vince nap az a borászok napja, és hát ezen a napon hagyomány szerint összejövünk, megvágjuk a vince vesszőt, amelyet, hogyha ha üvegbe, vízbe tesznek, és egy idő után a rügyek számából, az erőteljes rügyek számából lehet következtetni arra, hogy milyen lesz a termés. Ha jó lesz a termés, akkor elvileg sok erőteljes rügy fakad a vincenapon megvágott veszőből. Ha kevés rügy fakad, akkor arra lehet következtetni, hogy rossz lesz, gyenge lesz a termés. Legalábbis a monda szerint. Ez aki akarja, elhiszi. Aki nem, az nem, hiszen mi borászok azért tudjuk, hogy nagyon sok mindentől függ az, hogy milyen lesz az adott év termése. Hát a másik monda az, ugye, hogy ha jó idő van, és csorog az eresz, ha van mitől csorogjon, akkor tele lesz a pince. Hát a mai napon jó idő van, attól még akár csoroghatna is az eresz, ha lenne hó a tetőkön. Úgyhogy most úgy gondolom, hogy magunk fogunk gondoskodni arról, hogy csorogjon az eresz, és most már az utóbbi években hagyományosan egy-egy kancsó borral meg fogjuk öntözni a tetőket, és így gondoskodunk róla, hogy csorogjon az eresz, és jó termésünk legyen. A
Még egy gondolat a vincenapról. A térségünkben állítólag a drávaszögből származik ennek a vincenapnak a hagyománya. Mondják legalábbis a drávaszögiek és a Villány környéki borászok, de mi mohácsiak, már régi mohácsiak, azért emlékszünk rá, hogy őseink és azok ősei is megtartották itt a mohácsi szőlőhegyen is a vincenapot, úgyhogy akár mondhatjuk azt is, hogy a mi hagyományunk az innen eredezik a mohácsi szőlőhegyről, ez egy szép, jó hagyomány, amelyet természetesen évről évre ápolunk, és én immár azt hiszem az idén 20. alkalommal fogom megvágni a vincevesszőt. A mohácsi vincenapnak hagyományos eleme az egyházi áldás. A szőlővesszőket és a gazdákat a polgármesteri köszöntő után Bocsmai László plébános atya áldotta meg. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mindenható Istenünk, tekints oltalmas szőlőnket, hogy azt a jég el ne verje, a szél meg ne döntse, a hőség ki ne égesse, káros esőzés el ne pusztítsa. Őrizd meg épségben, és az emberek testi-lelki javára érleld meg azt. Örök mindenható Istenünk, te egyszülött fiad által elénk tártad, hogy te vagy egyházad szőlőművese, minden olyan szőlővesszőt, mely Krisztusból az igaz szőlőtőből sarjad, szeretettel ápolsz, hogy bővebben teremjen. Add meg nekünk gyermekeidnek, hogy a bűnök tövisei el ne nyomják bennünk az általad kezdett jót, hanem a Szentlélek által megszentelve örökké tartó gyümölcsöt teremjünk. Istenünk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és az egész mindenséget. Alázatosan kérünk, hogy szőlőnket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztassál. Töltsd meg pincéinket a gabona és bor bőségével, hogy azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengjünk neked, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon határunk minden szőlőjére, és maradjon is rajtunk mindörökké. Amen. A szőlőhegyi rendezvénytér szolgált idén is a vincenapi ünnep helyszínéül. Az egyházi áldást követően ezúttal is Szekó József Mohács polgármestere vágott vincevesszőt, majd szeletelte fel a kínáló tálakhoz a tőkékre felakasztott hurkát, kolbászt és disznósajtot. A januári napsütésben még jobban estek a finomságok, így a húsféleségek mellett a lilahagymás zsíros kenyér és a forralt bor is. A jókedvű társaság tagjai közül később sokan elindultak, hogy felkeressék a nyitott pincéket és megkóstolják a gazdák borait. A mohácsi polgárok olvasóköre minden rendezvényével a régi szokásokra kívánja ráirányítani a figyelmet. Az idén 150 éves egyesület továbbra is a magyar vidék tradícióinak már-már feledésbe merülő hagyományait állítja értékőrző tevékenységek középpontjába. A 2018-as évet egy régi recepteken és régi eljárásokon alapuló disznóvágással indították január 20-án. Előző nap még nappali félhomály és szűnni nem akaró, áztató hideg eső jellemezte Mohács időjárását, január 20-ára azonban kitisztult az ég, sőt még a napsugarak is elő-elő bújtak. A sertésnek így reményesen maradt, hogy a mohácsi polgárok olvasóköre elhalasztja hagyományos disznóvágását. A jól összeszokott társaságban mindenki tudta a feladatát, így jó ütemben és könnyed hangulatban haladtak a munkálatok. A Városi Televíziónak Szűcs László vezetőségi tag beszélt a programról Gőzhajó utcai székhelyük udvarán. Ma már egy disznót a pulton bárki megvásárolhat, és teljesen más az, hogy hagyományos módszerekkel, a régi receptek alapján készítünk el valamit, vagy megvesszük a boltba. Mi azért mondjuk hagyományosnak, mert mindent a régi receptek alapján csinálunk ilyenkor. A szétszedést, a munkát és magát a töltelékeket is a régi receptek alapján csináljuk. Ez azt jelenti, hogy a disznó ide ma még a saját láván érkezett, mondjuk így. Még tegnap ide érkezett egy ketrecbe, úgyhogy várt minket már reggel, és nagyon jól viselkedett. Most pedig, amit látjuk, elég profi módon zajlik a feldolgozás. Akik itt vannak, ezt tanulták, vagy egyszerűen csak apáról fiúra szállt? Hát ez apáról fiúra szállt. Itt nálunk mindenkinek 12-13 éves korában meg kellett tanulni, hogy hogyan kell egy disznót levágni, és hogyan kell szétszedni.
és most megpróbáltuk megtanítani a mostani fiataloknak is azt, hogy hogyan kell ezt csinálni. Mik a disznóvágás legfontosabb hangulati elemei vagy kellékei? Hát anekdótákat lehet ezrével mesélni, de hát gyakorlatilag arról van szó, hogy ez egy jó kedvű nap, itt nem arról van szó, hogy nagyot kell dolgozni, hanem ez egy ünnep minden esetben, és ennek rengeteg hangulati eleme van, szóval hozzátartozik a pálinka a szúrás előtt, a forradbor a szúrás után, és utána egész nap a mulatozás hozzátartozik a disznóvágáshoz. A régi emberek, akik sokkal közelebb éltek a természethez, nem nagyon dobtak ki semmit. Igaz ez a disznófeldolgozásánál is? Hát gyakorlatilag nagyon kevés dolog veszik el, és ami elveszett, azt is utána a csibékhez, akárhova hátratették másik állatokhoz. Itt nem ment veszendőbe semmi, nálunk sem egy veszendőbe semmi, újrahasznosítás történik, úgyhogy ez a disznó teljes feldolgozásra kerül. Ugye említettük azt, hogy már kora reggel, azért bár napos, de hideg időben indult a munka, és hogy vannak itt különbözőféle italok, de hát ezekre azért enni is kell. A disznóvágásra jellemzően napközben készülnek ilyen olyan ételek, hogy ne csak este a vacsorára tudjanak enni a férfiak, meg a nők persze. Hát mindenképpen az az igazság, hogy a lángos az elmaradhatatlan, reggel mindjárt lángossal kezdünk, és utána jön majd a sült vér, ugye a hagymás vér, és utána pedig már jönnek a sült húsok, és gyakorlatilag egész nap csipegetünk azért, mert nagy evés ilyenkor nincsen, az evés az majd vacsorakor lesz, de egész nap azért megkóstolgatjuk a disznót. A mai év különleges esztendő a mohácsi polgárok olvasókörének életében, nem csak azért, mert közeleg a jubileumi 25. magyar bál, de van még egy másik évforduló is. Még kettő is, nem csak egy. Ugye van a 150 éves évfordulója az olvasókör megalapításának, ami egy fantasztikus nagy évforduló lesz, és nagyon készülünk erre a dologra is. A Dalárdánk 15 éves lesz ebben az évben, úgyhogy még egy kerek évforduló lesz ebben az évben. Ha már a Dalárdát említettük, itt autentikus zene szól, akár ők is játszhatták volna a citerával a most hallható dalt, talán a nézőink is hallják ezt a háttérben. Mennyire volt régen része a disznóvágásnak akár mondjuk a dal, vagy az énekes mulatozás? Mindig a dal az hozzátartozott az olvasókörhöz. Tehát, ha itt összejöttek, akkor általában kártyáztak, biliárdoztak, sakkoztak, de mindenképp nótáztak, és előkerült egy harmonika vagy egy citara mindig, minden esetben. Visszatérve a mai jószághoz, hány kilós volt, és nagyjából hány ember tud ma jól lakni ebből? Hát ebből egy 100 katona jól lakna, de ez ilyen 150-160 kilós jószág volt, és nem tudjuk megenni, nem tudunk annyian bejönni az udvarba, hogy megegyük. Jövőre ismét vágnak disznót, hogy tervezik? Úgy tűnik, hogy ez egy hagyományőrzés lesz, és ezt minden évben megrendezzük, mert úgy látszik, még az ég is mosolyog ránk, ilyenkor mindig szép idő van, ez egy ünnep lesz. Minden évben meg fogjuk tartani a disznóvágást. Minden mozzanatot a régi leírások alapján végeznek hagyományos disznóvágásukon, mondta el a mohácsi polgárok olvasókörének vezetőségi tagja. Szűcs László a Városi Televíziónak nyilatkozva kiemelte, a műveletekben résztvevők már 12-13 éves koruk óta rendszeresen tevékenykednek disznóvágásokon, a technikák pedig apáról fiúra szállnak. Hozzátette, a lényeg a jó hangulat, és senki nem azt érzi, hogy éppen valamilyen nehéz munkafolyamatot hajt végre. Az elmúlt hétvégén rendezték meg a Városi Sportcsarnokban az első Búsó Kupa nemzetközi teremlabdarúgó tornát. Az ifjú mindössze 10 és 11 éves játékosok két napon át két csoportban mérkőztek az elsőségért. A házigazda mohácsiakon kívül több magyar csapat, valamint szerbiai és horvátországi együttesek is érkeztek a találkozóra. A profikhoz hasonló lelkesedéssel vetették magukat a küzdelembe az első Busó Kupa nemzetközi teremlabdarúgó torna fiatal résztvevői. A mohácsi Városi Sportcsarnokban január 20-án és 21-én megrendezett eseményen szombaton a 10, vasárnap a 11 évesek mérhették össze tudásukat. A játékosokat, edzőiket és kísérőiket Mohácsváros polgármestere Szekó József köszöntötte. Köszönöm szépen minden csapatnak, hogy eleget tett a meghívásunknak és eljöttetek. Ugye közszerint mindig azt mondjuk, hogy a gyerekekben van a jövő, az utánpótlás, ettől függ az, hogy hogyan alakul a labdarúgás, és elsősorban országbajnok labdarúgásának a sorsa. De van egy ettől szerintem sokkal fontosabb kérdés, sokkal fontosabb dolog az, hogy minél többen sportoljanak.
A labdarúgás egy nagyon népszerű sportág, sokan szeretik, nem feltétlenül kell mindenkinek bajnoknak lenni, hanem az a lényeg, hogy minél többen focizzatok, minél többen sportoljatok. Azt gondolom már megtapasztaltátok, hogy a szülők meg a sportvezetők azok általában győzni akarnak, sokszor mindenáron, ti meg játszani szerettek. Maradjon meg ez a játékkedv továbbra is. Természetesen azt kívánom, hogy minél többetekből legyen kiváló sportoló, élvonalbeli játékos, de most erre a napra pedig azt kívánom, hogy érezzétek nagyon jól magatokat, sportszerű, jó tornát kívánok, érezze jól magát mindenki Mohácson, és várunk benneteket jövőre is sok szeretettel. Köszönöm a figyelmeteket, és ezennel a tornát megnyitom. Január 20-án és 21-én rendezte meg a Mohácsi Torna Egylet 1888 labdarúgó szakosztálya a Városi Sportcsarnokban az első Busókupa nemzetközi teremlabdarúgó tornát. A 10-11 éves résztvevők között több figyelemre méltóan technikás játékost is láthatott a közönség. A sportesemény záró ünnepségén az okleveleket, az érmeket és a kupákat Szekó József, Mohács polgármestere adta át. A végeredmény a következőképpen alakult. 8. a Szekszárd, 7. helyen végzett a Pécsi MFC, 6. a Cibalia Vinkovci Horvátországból, 5. helyen a házigazda Mohácsi Torna Egylet 1888 végzett, 4. a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Kaposvárról, 3. az FK Vojvodina Szerbiából, 2. a Ferencváros, 1. pedig a Krüpán és Babics Akadémia Eszékről, Horvátországból. Az Európai Unió úgynevezett Interreg kiírásai kifejezetten a határokon átnyúló közös pályázatokat ösztönzik. A Mohácsi önkormányzat már több esetben élt sikeresen az ilyen lehetőségekkel. A jelenleg futó projektek egyikében városunk partnere a horvátországi Csepin. Az önkormányzat delegációja és a Mohácsi Sokacok olvasókörének hagyományőrzői január 19-én látogattak az Eszék melletti településre. Mohács város önkormányzata 2016 májusában nyújtott be pályázatot a horvátországi Csepin önkormányzatával az Interreg Magyarország-Horvátország együttműködési program egyik felhívására. A kiírás célkitűzése a közös kulturális örökség megőrzése, valamint a kulturális értékek és hagyományok népszerűsítése a turizmus fejlesztése érdekében. A projekt teljes költségvetése közel 950 ezer euró. Mohács az önkormányzat tulajdonát képező Táncsics Mihály utca 40 szám alatt lévő Sokacház közösségi átalakításával, a hozzá kapcsolódó eszközök beszerzésével és a város 4 kulturális rendezvényének támogatásával vesz részt a pályázatban. Csepin településen egy kulturális központ felújítása és a hozzá kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése valósulhat meg, továbbá 2 kulturális rendezvény támogatása. Ezek egyike a Tollfosztó Fesztivál, melyre idén Mohácsváros önkormányzata és a Mohácsi Sokacok olvasóköre is meghívást kapott. A tollfosztás tradícióját olyan helyi lakosok mutatták be, akik évtizedekkel ezelőtt ismerkedtek meg a tevékenység helyes művelésével, tehát nagy rutinra tettek szert. A kultúrcsoportok fellépése előtt köszöntőt mondott Drázsen Tonkovács, Csepin polgármestere. Városunk nevében Cserdi Áron szólalt fel. A mohácsi alpolgármester hangsúlyozta. Természetesen nagyon fontosak azok a beruházások, melyek élénkítik a gazdaságot, munkahelyeket teremtenek, de szükséges, hogy legyenek források az elsősorban nem anyagi hasznot hajtó projektekre, a kultúrára is. Emlékeztetett, ahogyan gyakran mondják, csak azoknak van jövője, akik tisztában vannak gyökereikkel, akik tudják, honnan jöttek. Ehhez pedig kell, hogy őrizzük, tiszteljük hagyományainkat. A közös cselekvéssel éppen ebbe az irányba tettünk, illetve teszünk jelentős lépéseket. A köszöntőket követően nívós és változatos műsor vette kezdetét, melyben a csepini hagyományőrzők és a Mohácsi Sokacok olvasókörének táncosai és muzsikusai varázsolták el a közönséget. Yeah.
közös határon átnyúló turisztikai pályázatot nyújtott be Mohácsváros önkormányzata és a horvátországi Csepin a kulturális örökség megőrzése, valamint a kulturális értékek és hagyományok népszerűsítése érdekében. Ebből az alkalomból látogatott az Eszék melletti településre január 19-én Mohácsváros önkormányzatának küldöttsége és a Mohácsi Sokacok olvasókörének kultúrcsoportja. A zenés táncos rendezvényen a búsókkal megerősített hagyományőrző együttes hatalmas sikert aratott. A Délkom Nonprofit Kft. A bizonytalanságok eloszlatása és a félreértések elkerülése érdekében egy sokakat érintő tájékoztató közzétételét kérte a 2017. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlákkal kapcsolatban. A hulladékról szóló törvény alapján 2016. április 1-e óta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla kibocsátására és a díj beszedésére, így a csoportos beszedések terhelésére, valamint a befizetett díjak jóváírására kizárólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT jogosult. Az idén januárban megküldött számlák a 2017-es, azaz még a tavalyi első negyedéves hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját tartalmazzák. A további 2017. évi számlák a koordináló szerv tájékoztatása szerint az alábbiak szerint kerülnek kiküldésre. 2017. második negyedév 2018. februárjában. 2017. harmadik negyedév 2018. márciusában. 2017. negyedik negyedév 2018. áprilisában. A díj befizetése minden 2016. április 1-e után kiállított számla vonatkozásában a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT részére történik, nem a közszolgáltató, tehát nem a Délkom Nonprofit Kft. Bank számlájára. A koordináló szervezet tájékoztatása szerint a 2016-os számlák esetében a csoportos beszedések teljesítése, valamint a befizetett díjak jóváírása elkezdődött, de még nem valósult meg teljes körűen. A tavalyi számlákat kizárólag csekken, átutalással vagy a szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen lehet befizetni. A 2017. évi hulladékszállítási díj csoportos beszedési megbízással történő megfizetésére jelenleg nincs lehetőség. A Délkom Mohácsi ügyfélszolgálata a Dózsa-György utca 31 szám alatt áll rendelkezésükre. Elérhetőségeik telefon 69 510 074, 69 510 076. E-mail mohacsiügyfélszolgálat@delkom.hu. Nyitvatartás hétfőn és csütörtökön 8-tól 16 óráig, kedden és pénteken 8-tól 12 óráig. Az ügyfélszolgálat szerdánként meghosszabbított nyitvatartással 8-tól 20 óráig várja az ügyfeleket. Kedves nézőink, ennyi fért ma esti magazinműsorunkba. Legközelebb jövő héten szerdán este 7 órától ismételten várom Önöket a viszontlátásra.